Szekszárd Sebestyén Csaba. Mintegy 10 éve úgy döntött, hogy felhagy eredeti szakmájával, letette az autószerelő kulcsokat, s bár még álmodik néha vele, ma már 8,5 hektárról szőlőt szüretel és isteni szekszárdi vörösborokat készít. Egy külföldi barátommal akkor még nagyon sokat jártam horgászni, ez célba 10 évvel ezelőtt volt, és egy ilyen hétvégét töltöttem minden nem messze Tamásiba egy kis horgásztavon, ahol nekünk is volt ilyen faházunk. És hát mindig vittem magammal az ilyen hosszabb bortúrákra némi hazait. 2-3 stéggel arrébb egy külföldön élő magyar úriember pecázgatott, aztán szót követett, átkéretezett ő a mi stégünkre. Megkóstolta a bort, és hát egészen másképp kóstolta, mint ahogy mi szoktuk, mert ugye én akkor még alapvetően a mennyiségi szemléletű borivást folytattam. És hát ő meg elkért egy poharat, már eleve ott kezdte, hogy az a pohár az nem volt jó, amiből mi ittuk a bort, nem a vizes pohár véget, hanem azért, mert hogy abban nem éjeződik az illat, én nem mondom, jó van, persze, csináld csak, nem gond, de így is lehet. Aztán ahogy ő megszagolta, meg elkezdett róla beszélni, akkor egy kicsit valami biztos megmozdulhatott bennem, mert én onnantól datálom azt, hogy szeretnék bort készíteni más miatt, mint amilyen az úgynevezett hagyományos borkészítés, amikor az ember a családi szükségletei kielégítéséhez készít bort. Nekünk mit iszunk? Icét fogunk inni. Ez a birtokbort. Lehet ilyet mondani. Ez olyan kövé, amiben az összes szőlőfajta, amivel dolgozunk, megtalálható benne. A szerencsénk van most itt a szület idején a muslincák mellőzték a belépést. Úgyhogy elméletek csak bor lesz benne, muslinca nem. Na és mesélj, milyen szőlőből? Hatos küvé, 6 féle szőlőfajtából készül, gyakorlatilag van benne az én két kedvencem, a kék frankus és a merlot, ez mellett ugye a Zweigelt jelenik meg benne egy 20%-ba, a kék frankus 35, a merlot az 30%, és hát a maradék 15 benne két kaberné, meg egy kis kadarka van benne. A fogadókban, a kocsmákban ott IC-vel vagy valamilyen mértékegységgel mérték a bort, hát innen az IC-nél. Az, aki ismeretes vagy jártas a régi mértékegységekben, az mindenféleképpen nem tudja, hogy nagyjából 3 milliliter volt fokkal. A szerencsé van ember igát. Amúgy melyik a kedvenc fajta? Nekem a kedvenc fajtám a kék frankos fajta. Ezt már az előbb is mondtam, hogy egy ilyen kék frankos fán vagyok, ha lehet így fogalmazni. Ez mellett ugye a világfajták is az évbe tolakodtak a borvidékre, joggal, hiszen nagyon szépen megtalálták a helyüket, akár a Merlot, akár a Cabernet Franc nézem. A világfajták közül ez a kettő a favoritom, de ha már választani kell, akkor a Merlot választanám inkább. Tehát én ebben a kettőben, tehát a Merlotnak van egy olyan szép tehetsége. Nem véletlenül mondják, hogy a borok királynő, mert van egy nagyon szép nőies vonala, amitől olyan jó ivásúvá válnak a szekszári borok. Nem véletlenül szereti Csaba a kék frankost, 2006-os borát Pannon csúcsbornak választották. Mi az, ami a kezedben van? Ez a csömöszörőfa. Ez azt a cél szolgálja, hogy a törpék alapot ugye mozgatni kell, egyrészt, hogy kioldódjanak a színanyagok, másrészt, hogy ne kezdjen el edzetesedni a elvédő bor. És ezt minden 5-6 óránként bele kell meríteni a törpők alapba. 8 óránként a pincéje válogatja, hogy ki mennyit csömöszöl, mennyi időt forgatja a törkölyk alapot bele az erődőmúsba. És mi az, amit most csömöszölsz? Ez kadarka, ez ilyen öreg hagyományos ültetvényből szedett kadarka. Ilyenkor a szület idején ti mit esztek? Mi az, ami helyi specialitás és ami a boraidhoz illik? Hát szület idején nagyon sok mindent teszünk, de nem a specialitásokat fogyasszuk, hanem itt az idő enged. Tehát nagyon sokszor készételeket próbálunk enni, vagy pedig rendelünk valamit, mint például pizzát. Már előre nyelvom szám szívét. Melyik pizzát szereted? Hát a magyarosat. Vagy a magyarosat, vagy parasztos, tehát ez attól függ, ami van sok hús. Hát olyan napot kívánok, Sebestyén Csaba vagyok a Sebestyén pincétől. Szeretnék rendelni. Igen, egy ilyen húsimádó. Az nagyon jó. Egy ilyen közepes méretű. Ezek után ugye nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy melyik Csaba kedvenc szekszárdi helye. Na, hogy az Iván völgy, ahol minden napjait tölti.